Üres folyosók és üres tantermek, nem meglepő módon Győr egyik legmeghatározóbb gimnáziumában is dőbörög a nyári szünet. Sikeresen lezárták az elmúlt tanévet, bár az igazgató szerint a járvány sokat ártott az oktatás minőségének. A tapasztalataink alapján teljesen egyértelműen kimondható, hogy ez a fajta oktatás, ez csak hiánypótló. Tehát mindenféleképpen árt az előrehaladásnak. Egyértelműen nem látszott a tanulóinknak az érettségi eredményei, sem az előtte évben, sem a most végzőkben, pedig ugye azok, akik most végeztek, ezek közel egy évet voltak otthoni oktatásban. De ez inkább a rendszernek köszönhető, úgy gondolom. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok mindenben, kiváltképp a kisebbek, tehát 5., 6., 7. osztályosok azért elmaradtak dolgokba, elmaradtak természetesen neveltségi, közösségi élményekbe is, és azt hiszem, hogy ezeket nagyon nehéz lesz a későbbiekbe behozni. A nyár a diákok számára aktív pihenéssel és sok-sok táborozással telik, míg a tanárok tovább képzéseken vettek vagy vesznek részt, és már gőzerővel az új tanévre készülnek. A tanárok ugyanúgy, mint eddig érdeklődnek, hogy mit fognak dolgozni, hogy fognak dolgozni. Pedagógus már csak ilyen, ha elmegy az egyik generáció, akkor érdeklődik, hogy kik jönnek, mik jönnek, hogy dolgoznak, és nyilvánvaló, hogy nem egy, nem két kollégám foglalkozik azzal a nyáron is, hogy a következő években vagy a következő időszakban mivel is kell foglalkozni az iskolába. Többen voltak ilyen-olyan online továbbképzéseken, csak saját kettelésükből úgy gondolom, hogy tényleg fejleszteni próbálják bizonyos módszertani tudásukat. Amit azért a online oktatásnak köszönhetünk, hogy szinte minden kollégánk egészen komoly szintre jutott az informatika és a tanítás területének az összedolgozásába. Azt hiszem, hogy ez most már még napibb feladattá vált, mint előtte volt. A korábbi tapasztalatok alapján a Kazinciban mindenképpen jelenlétben indítanák a 2022-2023-as tanévet, és lehetőleg abban is fejeznék be. Az iskolában az esetleges gázhiánytól sem tartanak, hiszen távfűtésük van, így zavartalanul zajlódhat a tanítási szezon. Belekerült a tanév rendjébe ez, hogyha esetleg energia problémák és energiazavarok vannak. Hát ugye távfűtéses iskola vagyunk, aki minimális gázt használunk már itt helyben. Ugye nincs már főzés, ami eddig volt, de nincsenek kéményeink sem, mert azokat még 1990 után lebontották. Tehát egyéb más tüzelési lehetőségünk nincs, tehát a hőszolgáltató látja el az intézményt, úgyhogy hát bízom abban, hogy talán ilyen komoly gondunk nem lesz. Arra mindenféleképpen fel fogom szólítani rögtön a tanévnyitón a tanítványainkat, illetőleg a kollégáimat, ahogy találkozunk, hogy igyekezzünk energiatakarékosabbak lenni. Ez ezen kívül is fontos feladata lenne egy iskolának, és folyamatosan ezt is tesszük. Állandóan figyelmeztetjük a tanítványainkat, hogy kapcsoljunk villanyt. Hát ugye átalakították a világító berendezéseket, tehát elvileg már ugye a kevesebb energiát fogyasztók működnek már pár éve az iskolába, de ennek ellenére azt hiszem, hogy alapvető feladat az, hogy erre mindenféleképpen figyeljünk oda. A Kazinciba már a tankönyvek is megérkeztek, amiket augusztus végén szortíroznak ki és csoportosítanak. Aztán nagyjából 3 hét múlva ismét élettel telik meg a gimnázium, hiszen kezdődik is a remélhetőleg problémamentes 2022-23-as tanév.